Sziasztok! Ebben a videóban, vagy inkább videósorozatban a Minecraft parancsokon fogok végigmenni, bemutatom őket, legalábbis a legfontosabbakat mindenképpen. Mert például szerintem a per trigger az... Hát én se használtam soha, tehát nem láttam nagyon hasznosnak. Jó. Hát naponta kapok kérdéseket. Ez most az előzmény lesz, tehát naponta kapok kérdéseket, hogy hogyan lehet megoldani, ez hogyan működik, az hogyan működik. Még akkor is, ha már csináltam róla a videót, nem baj, legalább tudok küldeni videót, nem kell, hogy leírom. De szóval naponta kapok ilyen kérdéseket, meg többször is kérdezték már, hogy nem-e csinálok-e esetleg egy tutoriált arról, hogy... és a parancsokról. Aztán, hát nem akartam, mert gondoltam, rá lehet keresni a neten, van más tutoriál, de... Valaki írta, hogy igazából normális magyar nyelvű nincs. Hát jó, akkor legyen. Szóval sokszor kapok ilyen kérdést, és végig beadtam derekamat, hogy na jó, akkor végigmegyek a parancsokon. Jó. Gondolkodtam tematikán, hogy hogyan legyen. Gondoltam arra, hogy így megnyomom, hogy tab, és akkor végigmegyek sorrendben, hogy ki írta. Te igazából... Hát nem is tudom. Szerintem aztán úgy döntöttem, hogy jobb lenne, hogyha azért mégiscsak fontossági sorrendben. Mint ahogy mondtam, például a per trigger az ugye előbb van, mint mondjuk a per block data, pedig ezerszer hasznosabb szerintem. Jó. És akkor úgy döntöttem, hogy ma legyen a set block, mint azt kitaláltátok már a címből. Úgyhogy mindent, amit lehet, megpróbálok most átadni a set blockban. És kinézünk egy koordinátát. Jé, egy gomb. Kinézzünk egy koordinátát, mondjuk, mint nagyon válogatni kéne, mondjuk ezt. De lehet kéne egy blokk koordinátáját nagyon könnyen, nagyon gyorsan úgy, hogy beírtok egy parancsot, ami blokkot akar, tehát például most a set block konkrétan, és a tabot nyomogatjátok, tab, szó köz tab, és megkaptam a három koordinátát. Tehát erre a blokkra szeretnék. Most így nem fogadt el, ugye jött a hiba önüzenet, meszkelés. A szintaktikát úgy tudjátok megnyitni egy parancsnak, hogy egyrészt a wiki oldal, ott van leírásban, ne kérdezzétek, másrészt rosszul írjátok be a parancsot, és akkor jön a hiba üzenet, és a harmadik, amit én inkább javaslok, mármint a hiba üzenet helyett, legelsőként a wiki oldalt javaslom, aztán ezt a helpeset, és hát én inkább a hiba üzenet esetlen nagyon. Tehát... per kérdőjel, vagy per help. Ugyanazt tudja, a kérdőjel az rövidebb. És aztán a parancs neve, set block. Kód kiegészítést használok, igen, elkezditek gépelni, megnyomjátok a tabot, akkor kilistázza, amik így kezdődnek. Tehát ha esnél tartok, és ott nyomom meg a tabot, akkor így végigpörgethetem az esek kezdődőeket. Set block. Tehát per kérdőjel, set block, és a szintaktika íme. Leírott, hogy set block, XYZ koordináta, tilename. Idáig a paraméterek ilyen relációs jel között voltak. Azt hiszem angolban ezt diamond operatornek hívják, nem biztos, majd valaki kijavít. Ezeket kötelező megadni, ezek nélkül nem fut le a parancs. Ezek után már látjátok, szögletes zárójelben vannak, ezeket már nem muszáj megadni. Jó. Akkor tehát ott tartottunk, hogy lekértem a koordinátákat, igen. És most kell egy tilename, ez a blokknak az azonosítója. Én most a változatosság kedvéért követ fogok. Itt is használom a kód kiegészítést, igen. Tab, Minecraft 2-es pont, ezzel kezdődik az összes, oké. Okay. Követ szeretnék, az úgy kezdődik, hogy stone, tehát annyit írok, hogy st, már nyomom is a tabot. Fú, egy kicsit sokat adott ki. Mindegy, ebből kitörlöm. Ah, stone. Enter. Hopp, és kaptam egy követ. Tök jó. Akkor most menjünk tovább. Hát ennyit kötelező megadni, ezzel már fut a parancs. A következő a data value. A data value az az, ami megkülönbözteti az ugyanolyan azonosító blokkokat. Azt hiszem jól árnyaltam most. Például itt van a gyapjú. Nézzétek, hogy a szürke írásban ott van, hogy Minecraft wool. Ez is. És ez is. És ez is. Hát akkor mi a különbség közöttük? Hát ez a data value. Ez az első sorban a perjel utáni szám, tehát 0, a fehér, a narancs az 1-es, ez a magenta a 2-es. Szerencsére ebben következetesek voltak, mármint konkrétan a színeknél, tehát hogyha az üveget nézem, ott is a fehér a 0, a narancs az 1, mert egyébként össze-vissza lehetne cserélgetni, ahogy akarjuk.
itt ezeknél a színes üvegeknél is ez szerint van. Mondjuk a deszkáknál már más, de ott nem is ezek a színek vannak. De gyapjúnál is ugyanez. Jó. Festékni nem tudom. Na mindegy, nem most nézem meg. Mondjuk a Stone-nak nincs több, de van több változat, amiről beszélek. Ah. Stone. Melyik az egyes Stone? Ez a nullás, ami most van. Ez a szürke. Melyik az egyes? Ez a... Hogy hívják ezt? Granit. A kettes... Hát ez a csiszolt granit, jól mondom. A hármas... Diorit. Nem tudom ezeknek a nevét. Nekem kőkő. Jó. Oké, a következő... Csak közben már nem látszik. Így. Tehát a következő, ez volt a data value, következő old block handling. Hogyan kezelje az ott lévő blokkot? Alapértelmezetten ez replace. Tehát, hogyha ennyit írok a parancsba, csak a szükségeseket, ez azt jelenti, mintha azt csináltam volna, hogy nulla és replace. Ez az alap. Lecseréli, ami ott van. Nincs mese. Most mondjuk az egyes követ. Három lehet itt egyenlőre, a jövőben lehet, hogy még több lesz. Tehát ez volt a replace az első, aztán van a destroy. Ez is lecseréli, de úgy, hogy kiüti azt, ami ott van. Hopp. Most föl is vettem, itt van nálam ez a cobblestone. De akkor még egyszer messzebbről. Most jön a ja, lehet az egyes, és saját magát is le tudja cserélni. Hopp, kiüti. Ugye ugyanaz volt ott, kiütött, ami ott volt, mint ha kibányáztam volna, és leraktam volna a helyre. Ezt tudja a destroy. A keep pedig csak a levegőt cseréli le. Ezt most nem tudja lerakni, mert nem levegő van ott. Ha kiütöm, akkor le tudja rakni. Ezt tudja a keep. Jó, az utolsó, a data tag, hát az már MBT, és mivel olyan hosszú lesz a parancs, ezért azt már a command blockra fogom írni. Ebben mi van? Csű, egy táblát rak le. Nem, táblát ad, gif volt. Jó. Gombot is szereztem még az elején. Tökéletes. Setbox. Sajnos itt nincs kódkiegészítés, nem mutatom a tabot. És igen, relatív hivatkozás. Ugye a koordinátákat úgy is megadhatom. Na. Itt. Hogy ilyen hullámjelre. Most lecseréltem a számokat hullámjelre. Hogy a futtatóhoz képest hol legyenek. Ha plusz egyet írok, nem, ha így van, most így, nulla, ahol épp állok, Steve, vagy a karakter, az ugye két blokk magas, itt a lábánál lévő blokk lesz. Tehát most lefuttatom így, most eltölt, mert a lába, tolt, mert a lábamnál van. Na. Ha plusz egyet írok, az a fejemnél lévő blokk, ha plusz kettőt, az a fejem fölött lévő blokk. Command blokkba írom ezeket, akkor a blokkhoz képest merre van. Ezt ugye jóval egyszerűbb kiszámolni. És mondjuk chestet szeretnék. Szoktam ezt használni, nektek is javaslom, hogy mivel command blokkban nincsen kódkiegészítés, de chatten van, úgyhogy egy részét azt itt beírom, mert gyorsabb. És másolom, Ctrl-C, Ctrl, nem, még folytatom, egy nullás chestlet, replace, chestlet, igen. Így bemásolom. És akkor egy sokkal gyorsabban be lehet gépelni. Jó. De én nem a command block helyére szeretném, hanem mellé valahová. Hát ugye hogyan tudjuk megmondani, hogy most akkor melyik az X meg az Z tengely. Az Y még oké, mert az ugye a függőleges, a fölfelé. Hát igen, azt nem mondtam, hogy az első hullámjel az X tengely mentén merre legyen, a második az Y fölle. A harmadik pedig az E. Hát az Y-t még oké, hát fölöttem, alattam, de az X-tengelyt, meg az E-t, az hogyan? Megnyomjátok az F3-at, ha az van még beállítva. Nem is tudom, biztos át lehet állítani, vagy nem? Ah, mindegy. Tehát megnyomjátok az F3-at, és akkor a célkereszt átvált egy ilyen koordinátarendszerre. Nagyon érdemes megjegyezni, hogy a piros a kék, nem, piros a kék, az igen. A piros az X, a kék az E, és a zöld az Y. Hát látszik is, a zöld az Y. Piros X, kék Z, nem olyan nehéz megjegyezni. Tehát, ha én azt szeretném, hogy itt, tehát a command block és a, ez volt a diorit, nem granit, között legyen, akkor látjátok, hogy az X tengely mentén kell haladni. Látjátok? Hát ahogy forgattam, ez a piros, ez mindig ebbe irányba áll. A Z pedig az ez az irány, ezen kell haladni. Tehát, ha szeretném ide,
akkor X tengely mentén kell haladni. De plusz vagy mínusz? Ahol találkoznak ezek a tengelyek, a meccéspont, az a nulla. Tehát ami errefelé van, most tőlem jobbra, az a pozitív irány. Tehát X plusz 1, és oda fogja rakni a ládát a kettő közé. Ha mínusz 1-et írok, akkor az a meccéspont felé, tehát a másik irányba rakja. Az énél ugyanez, ugye gondolom mondanom sem kell, hogy ez alapján, ha a kommandok mögé szeretném, akkor igen, akkor ide kell ennem, de mínusz 1-et írnom. Akkor mögé rakja. És egyszerre többet adok meg, akkor ugye, ahogy lépkedek. Jó, most mondjuk ide szeretnék egyet. Egy kis példa. Ez X mentén mínusz 1. Z mentén is mínusz 1. Megvan. És Y mentén pedig fölötte 1, még 1, azaz 2. Na, remélem elég szájbarágos volt, és akkor ezek után fogjátok tudni ránézésre, hogy mi merre van. Jó. Tehát oda szeretnék egy olyan ládát. Nulla replace. Igen, a ládát azt ugye úgy lehet forgatni, hogy itt a data value-t változtatjátok. Ez a nulla, ami erre néz. Jó, kettő, jó, hogy a számot adtam meg, az ugyanaz. Három, az már másik irány. Azt mondta az ellenkező irány. Tehát ott nem a... hogy is mondjam, nem a színét vagy a textúráját változtatjátok. Nem, igazából a textúráját változtatjátok, igen, ez csak a játékban tűnik úgy, hogy az egyik az lecseréli a textúrát, a másik forgat. Valójában ez is lecseréli a textúrát. Egy olyan textúrá, ahol erre néz a láda. De a lényeg, hogy ott ez. És akkor szeretnék valamit a ládába, az az items tag. Szokott egy zárójel kell, mert ez egy több tárgy van, és akkor ezeket az foglalja össze. A tárgyak pedig ilyen kapcsos zárójelekben, ha le tudom írni. Most például három tárgyat akarok megadni, három kapcsos zárójel van. De én most csak egyet adok meg. És akkor ide beleírom, hogy... Na. ID 2. MBT részben sajnos már nincs kódkiegészítés chatbe se, úgyhogy kint vagyok begépelni egy követ. Nagyon fontos, hogy meg kell adni a számát is, az a count. Tehát, legyen a ládában egy darab kő. És van. Ilyenkor a nulla slotra rakja. Ha máshová szeretnétek, akkor slot 2.2. Ez ugye kettővel arrébb lesz. Ott. Így ez a nulla, 1, 2 és így tovább, 8, 9, 10 és így tovább. Ez mennyi? 3x9 az 27, tehát az utolsó a 26-os sorszámú. Ha ide szeretnék, akkor 26-ot kell beírni a slotnak. 26. Pucs, ott is van. Ha többet szeretnétek, a countot kell átírni. Két követ szeretnék. Ha másfajta követ szeretnénk, ugye... Data value, igen. Az itt a damage. Mindjárt elmondom, miért damage, ugye teljesen logikátlan. Az egyes volt a granite diorit, nem tudom, most sem tudom megjegyezni. Granite. Jó. Azért damage, mert az eszközök is ugyanezt a teget használják. Ezt most visszaírom egyre, mert azok nem stackelhetők. Tehát például egy vaskard, iron sword, egyes damage-gel, az azt jelenti, hogy annyira sérült. Megjelent a csík. De látványosabb, ha mondjuk 100-at adok meg. Ez már ennyire sérült. Jó. Igazából itt ugyanaz a struktúra van, mint give-nél kell megadni. Tehát amikor beírom, hogy give, mondjuk magamnak meg koponyát, egy darabot a 3-as data value-jóból, és beírom, hogy School Owner Csabusa. A saját fejemet magamhoz adom. Puty. Tehát ugyanaz a struktúra. Itt a Schoolnak van egy olyan NBT-je, hogy School Owner. Annyi a különbség, hogy a give az csal. Tehát ez a School Owner tag, ez a tag tagen belül van. Fú, de szépen hangzik.
Tehát, hogyha szeretnék egy koponyát, azt még gyorsan megmutatom, aztán befejezem. Ezt az MBT-t a végtelenség lehetne magyarázni. Annyi féle van. Nézzétek meg a videót, ott van leírásban. Csináltam róla egy videót. De másolni fogom, nem fogom újra begépelni. Tag 2-es pont, igen. Tehát a tagen belül van. Jó, most kitöröm a taget. Na. Ne legyen összezavaró. Tehát itt megadtam a számot, a slotot, a damage-et, és ezt a school of nerd. Ez ugye egy csabusa fejet kell, hogy a ládába rakjon, mert hát azt adott nekem is, amikor gépbe írtam. De nem működik. Azért Steve fej, mert damage 3 van. Tehát itt vannak a koponyák. A 0 a csonti, 1 a fekete csonti, és így tovább a 3-as Steve-é. Varázatos módon csak a Steve fejet lehet lecserélni. Tehát... ezt a give-nél mutatom meg. Tehát, hogyha nem 3-at adok meg, hanem mondjuk 0-át, akkor már nem csapus a fejet kapok. Jó. Oké, tehát ez a School of Nerd így nem működik, mert valójában ez egy tag nevű tagen belül van. Tag 2-es pont, kapcsolzárójel, és azon belül, a kapcsolzárójelken belül School of Nerd. Ez még egy szint, egyebbelje vagyunk, ha ilyen fa struktúrában gondolkodunk. És így már működik. Igazából a gif-csal, tehát a school owner, meg egy rakás tulajdonsága a tárnak, enchantolt-e, könyvben az írás, ha át van nevezve a tár, rengeteg minden, amit csak lehet, az a tegen belül van. De a gif parancs csal, ott nem kell megadni a teget. Sőt, nem működik, ha megadom a gif-et. Én annó ezzel egy fél napot elszórakoztam, mire rájöttem. Ja, nem csoda, hogy nem működik, mert még nem írtam vissza a damage-et 3-ra, de nem működik, tehát Steve fejet kapok. Ott ki kell hagyni a teget. Jó, tehát rengeteg minden van, tehát most például írhatnám, hogy a command blokkot akarok lerakni, de nem ezen megyek, most nem megyek rajta végig. Csináltam róla a videót, nézzétek meg, hogy hogyan lehet az MBT-t olvasni. Remélem meg lehet belőle érteni, de lehet kérdezni. Kirakom leírásba azt az oldalt is, ahol a MBT-t mutatják. De úgyis ott lesz a másik videó, mindegy, minden link ott van leírásban. Most hiszem, mindent elmondtam a set blokkról. Mondom, az MBT-n nem lehet végigmenni, hát annyi van. Most végigmenjek az összes blokkon, aminek van valami. Fél nap. Jó, akkor a kézikönyv óvjon.